Az én szívemben a Hungaroring az a number one. Itt nőttem föl, itt voltak az első versenyeim az első években, illetve szerintem egy nagyon jó pálya, hisz nincs kettő ugyanolyan kanyar egymás után, amiért szerintem egy kiemelkedő pozíciót foglal a, úgymond a ranglistán a pályák között is. Szerintem a Hungaroring azért is egy különleges pálya, és ezt azért is halljuk az F1-es nagy pilótáktól is, hogy szeretik, mert szerintem nagyon sok technikás rész van, mindegyik kanyar különböző technikát igényel, és szerintem ezért ez egy nagyon jó pályának számít. Hat éven voltam itt legelőször, egy Suzuki Swift 1.3-as Suzuki-val. Nem most volt, nem is egy ilyen kategóriai autó, amivel a utóbbi két éve mentem, de nagyon jó élmények mennek hozzá. Erről az autó, hogy ez nem egy pályaautó, ez kifejezetten egy drift autó, úgy lett építve. Itt van a pálya legnagyobb fékpontja, a legerősebb, hiszen a leghosszabb egyenesben fékezünk. Itt fontos, hogy ne csúszunk le úgy, ahogy most én. És itt jövünk fölfele a négyes, úgymond a Menzel kanyarig. Ez a pálya legnehezebb kanyara, hiszen tiszta, láthatatlan a kanyar, nem látod, hogy hova kell befordulni, meg kell csípni szépen a belső rázókövet. Az ötös kanyar, ez egy visszafolytó, itt majdnem, hogy kétszer érintjük a kanyar csúcspontját, és most jövünk a 6-os, 7-es, ott a sikánhoz. Itt is fontos, hogy minél jobban, minél több tempót át tudjunk vinni ezen a kanyaron. A 14-es kanyar fontos, hogy egy jó kijáratok legyen. Köszönöm, hogy velem voltatok, remélem élveztétek, és remélem másfél múlva találkozunk itt a Hungaroringen. Sziasztok!